Folytatódott a közmédia meteorológusainak országjáró körútja. Ezúttal Tóth Tamás látogatott el két helyszínre is. A közmédia még november végén hirdette meg a rajzpályázatot, ahol a gyerekeknek a Mikulás életét kellett bemutatni. Több mint 200 rajz érkezett, a 10 legötletesebb munkaalkotóinak személyesen vitték el meteorológusaink a meglepetés csomagokat. Tegessünk esetleg! A híradó nézőinek. Karácsony másnapján folytatódott a közmédia meteorológusainak körútja, ezúttal Szabadkára látogatott Tóth Tamás. Nem csak te és Zengő küldött nekünk rajzot, hanem 200-nál is több rajz érkezett hozzánk. Karácsony előtt Förhéc Adrián, Lazabori és Fejős Ádám már átadták az ajándékcsomagokat a rajzpályázat legötletesebb alkotóinak, ma pedig Tóth Tamáson volt a sor. Először Szabadkára utazott, hogy személyesen adja át Kozma Vincének a meglepetést. Megnézed, hogy mi van benne? Vince testvérével együtt izgatottan bontogatta a Toldival illusztrált csomagot, amiben jojó, csokoládé, rajzfüzet és tolltartó is volt. Ismered egy ősapót, nagy satáll a hófehér, talpi piros a ruhája, tabátja a földidél, hóolsában van a háza, ahol keldidél a hó, biztos már te is, ti találtad, ő a teves télapó. Hát gratulálok! Az ajándékozás után Vince még egy verset is elmondott a Mikulásról, és egy közös csúszdázás is belefért indulás előtt. Sziasztok! Hát megérkeztem. Igaz, hogy karácsonyi második napjára. A második állomás a szegedi dombtér volt, ahol Tóth Boglárka izgatottan várta édesanyjával az M1 meteorológusát. Néztük az időjárás jelentést, és a végén mondta a bácsi, hogy lehet rajzot csinálni, és iskola után csináltam egy rajzot, és anya beküldte. Az öröm most is nagy volt, ahogy a kislány kivette a zsákból az ajándékokat. Én is kaptam egy kis ajándékot. Még meteorológusunk is kapott egy meglepetést, egy karácsonyi hómanót. Ezután jöhetett a városnéző körút. El tudunk menni egy körre az óriás kerékre, mit szólsz hozzá? Velünk tartasz? Az ajándékozás után Tóth Tamás és újdonsült barátja felültek a dombtéri óriás kerékre. A Mikulás témakörében meghirdettük ezt a rajzpályázatot, azzal, hogy be is mutatjuk majd ezeket a rajzokat. És a vártnál sokkal-sokkal nagyobb volt az érdeklődés, több mint 200 gyermek rajza került be hozzánk néhány nap leforgás alatt, ami azt gondolom csodálatos teljesítmény. A Mikulás életét bemutató rajzok közül pedig jó néhányat már az elmúlt hetekben is láthattak a nézők az időjárás jelentések végén.